Díjátadóval kezdődött a kedd délelőtti tanácskozás, ahol a Világnap alkalmából hirdetett rajzpályázat legjobbjait jutalmazták. Valai Zoltán polgármester emlékeztetett, a városvezetés kiemelt feladatként tekint a gyermekvédelemre. Ennek eredményeként Zalaegerszeg 2017-ben gyermekbarát önkormányzat címet kapott. Ez azzal jár, hogy nem csak pénzügyi támogatáshoz jutottunk, hanem ennek következtében aztán számos programot és rendezvényt is meg tudtunk szervezni. Ennek egyik kiemelkedő állomása a gyermekjogi konferenciának a mostani megrendezése, amely felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet töltenek be egyrészt a gyermekek, a fiatalok a város jövője szempontjából, másrészt pedig, hogy nekünk felnőtteknek mennyire figyelnünk kell rá, hogy minden egyes jogukat védjük, de ugyanakkor a kötelességeikre is felhívjuk a figyelmüket. A rendőrség a témával kapcsolatban a családon belüli erőszak jelenségére hívja fel a figyelmet. Ennek az a legnagyobb hátránya, hogy ez a négy fal között történik, és nagyon későn kerül a tudomására a szakembereknek. Ez nagyon sok esetben rendőrségi ügyet is vonhat maga után, de nagyon fontos kiemelnem azt, hogy elsősorban a segítés az, amely fontos, hogy egy ilyen helyzetbe kerülő családon tudjunk segíteni. Az előadások Básti Zoltán családterapeuta prezentációjával kezdődtek. A szakember a gyermekek és a korábbi generációk közötti bizalomról, valamint a fiatalok jogairól tájékoztatott.